Sziasztok srácok, a mai videóban 2-5-ös mítoszokat fogunk rombolni. Felteszek egy állítást és meg kell keresnünk a játékból, hogy ez igaz-e vagy nem. Mítoszunk az, hogy ki lehet rabolni egy boltot csak az öklünkkel. Stílusosan ezzel a járművel jöttem, hogy még jobban rettegjenek tőlem a boltba. Ide az ajtóban letámadtam, hogy szavaztok, megjöttem. Erre nagyon kíváncsi leszek srácok. És hellóka, megjöttem. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, itt van az öklöm, nem piskóta tallén. Már köröznek a rendőrök. Már köröznek a rendőrök, úgyhogy csak ráfogtam az öklömet. Áj, na mi van? Add a pénzt, kapsz egy pofon. Azt a mekkora pofont kevertem neki, és csak menekül, és el tudom venni ugyanúgy a pénzt. Na jó, hát erre mindenféleképpen nem számítottam. Ki tudtam rabolni úgy egy bolton, hogy egy darab fegyver nem volt nálam. Úram, atyám, milyen backstage-be vagyunk, srácok, még én itt sose jártam. Úram, atyám, ilyentől ilyen hátsó szoba van egy boltba. Ez egy gyors bónusz mítosz, hogyha ideje beállok így az ajtót és csillanak körözés, bejönnek-e a rendőrök, szóval beszállnak-e ma vagy nem, erre nagyon kíváncsi leszek, szóval csináljunk egy körözés gyorsan. Avatok, jár a pofon! Nagyon vicces, itt állnak az ajtóba és be se tudnak jönni, itt ordibálnak kint, figyeljétek már, ott jön a kopasz, itt bujkál mögötte, itt bujkál az autó mögött. Ezt megőrülök ezektől. Hol a másik rendőr? Szavattok! Ez a mítos, srácok, beigazolódott. A rendőrök nem tudnak bejönni ezen az ajtón. Hogy a parkolóautóknak, hogyha kilőjük az ablakát, akkor bizony be tudunk férkőzni az autóba, és nem kell feltörnünk az árat. Teszteljük le, kilőm gyorsan az ablakot néhány helyen, hogy befér a kezünk, és vajon be tudunk szállni? És sikerült! Ez a mítosz elfogadva. Szóval, hogyha körözés nélkül akartak autót lopni, kell egy hangtompítós pintyó, ami igazából nem ez, és csak be is tudtak egy szállni. Következő állításunkhoz szükségünk van egy C4-re, ami igazán egy sticky bomba játékba. Az a lényeg, hogy le kell dobni ide a falra, és ugye, hogyha kilőjük, hogy megnyomjuk a helyes gombot, akkor ez felrobban. De mi van akkor, hogyha neki megyünk egy pénzmozító helyett egy ilyen kalapáccsal? Vajon szét tudjuk szerintetek ütni, vagy hamis ez az állítás? Én azt mondom, hogy menjünk neki, és jó kalapáccsal ráverek egy nagyot. Úristen, úgy tűnik, hogy nem akarja megütni, még mindig nem akarja megütni. Dobok egyet lentebb, hát ezt már jobban meg akar ütni a karakter, ősd meg! Ez úgy tűnik helyes! Uram, atyám! Elképesztő, srácok, ezt nem gondoltam volna, hogy menni fog. Figyeljétek már, mi csak itt építkezzük a területen, és hogyha helyes helyre ütünk, akkor mindkettő felrobbant, például oda kell ütni, figyeljétek, és... Ez zseniális. Magyarországon állampolgári kötelesség, hogyha láttuk egy embert, hogy elüt egy autó, vagy éppen elesik az úton, legalább megkérdezni, hogy mi van vele, de hogyha úgy van, mentőt hívnak, stb. Vajon a GTA-ba foglalkoznak ezzel az NPC-k, hogy mi nekünk bajunk esik? Vajon a játékban foglalkozik ez az úr itt alattunk, hogy én levesek a tetőről? No, jaj, bevertem a fejemet. Ó, és rám figyelnek, figyeljétek már. Hát annyit mondtak, hogy úristen, és gyalogolnak tovább. Ezek csak valmár rajongók. Azért mondták, hogy úristen. De vajon a dekoratívan kövér úriember mit szól hozzá, hogyha egy méterre esek le? Uram, atyám, igen, megijedt tőlem. Ez gyönyörű. Következő állításuk, hogy az égben nem lehet felrobbantani időnap előtt a bombát. Szóval én ezt feldobom, és nem tudom előni pisztollyal. Lehet a bénaságom miatt nem fogom inkább előni pisztollyal. Pop, pop, pop! Oh, az sikerült? Az remélem sikerült. Pop, pop, pop! Oh, úgy tűnik, srácok, sikerül? Uram, atyám, itt meg mi történik a játékban? Konkrétan innen mindenki menekül. Haló, hát én a abot robbantgattam. Következő állításunk az, hogyha a hotdogos tannál vagyunk, az italok és a hotdogokban belelövünk, akár szétfröccsene. Ahaj, oh, szétfröccsen is pont olyan színűvel, amilyen az a cuzió, ez a pici már nincs. De még ez is meg van csinálva, hogyha a hotdogok is. Uram, atyám, nem is tud, hogy ilyen részletes ez a játék. Minden úgy fröccsen szét, amilyen színű. Ez a mítosz is működőképes mítosz. Az NPC-k a GTA-ba is úgy működnek, mint az emberek, ez az állításunk. Szóval, valaki lezárja az autóját a parkolóba, van aki nem. Nézzük meg, hogy például ez az autó le van zárva. Jó, hát akkor ezzel nem foglalkozunk. Megnézzük a következő autót. Vajon le van-e zárva? Te vajon lezárta? Ő is lezárta. Nézzük még néhány autót, hát ha találunk valakit, aki nem zárta le. A BMW-s, a BMW-s vajon lezárta? Hát ezek a BMW-sek is lezárják, úgy tűnik. A limó nincs lezárva! Azta, a limós úgy felejtette pont a legértékesebb autót, meg nem zárták le. Srácok, akkor ezt a mítoszt is elfogadtuk. Úgy tűnik, hogy nincsen minden autó lezárva a játékba.
A következő állításunk az, hogy a telefonon belül az interneten bármilyen weboldalra, ami a valóságban is létezik, fel tudunk menni. Ugye nem ide írjuk be, hanem alapból a linkeket fogjuk használni, szóval www. Mondjuk menjünk fel a YouTube-ra elsőnek. YouTube.com. Na kíváncsi. Ez nem működik. www.facebook.hu, ugye ez működik. Nem hiszem el! Jó, az utolsó lehetőségünk, srácok, mcshop.hu működik, ahol a nagyon menő sajtos cuccok vannak. Mi az a kép? Látjátok, ezeket a menő cuccokat tudjátok ott mögöttem megvenni az mcshopban. Ezt nem is néztem mostában, olyan fura dolgok vannak, srácok, ezen az interneten, ami itt van. Money and Service helyett, ez az Entertainment and Media. Figyeljetek már, Princess Robot Bubblegum. Mi ez? Három fejed van ezen a képen. Na meg ez a legjobb, figyeljetek már, hogy plasztikát ajánlanak a GTA-n felül. Hát de szépek lettek ezek a plasztikázott nők. Hát ezt a mítoszt is elvetettük, nem lehet valós oldalakra rákeresni. Ezt nem is tudtam, srácok, ezt a mítoszt, de figyeljétek, ide parkolt az emberünk ez a oszlop mellé. Vajon be tudunk-e szállni úgy, hogy ilyen pici rés áll csak rendelkezésünkre? Figyeljetek, kinyitom az ajtót, és átvágolva be tudunk szállni. Ez bizony érdekes. És amúgy miért törött az ajtó és az ablak, amikor én nem is értem hozzá? Az összes ablakat törött? Hát milyen sofőr ez? Pont éjszaka van, szóval jókor fogom ezt a kísérletet megcsinálni, ehhez be kell jönni FPS módba, és igazából tesztelni kell azt, ez egy picit durva kísérlet, hogy a késünk véres lesz-e, amikor belevágjuk egy emberbe. Ki van-e dolgozva? Most ugye szép tiszta, de találkozik itt valakiben. Szevasz, Frank! Jaj, itt csak hölgyek van, nem akarom a hölgyeket megkéselni. Már most ne. Na jó, nem. Csak a kísérlet kedvé. És véres lett, figyeljetek már. Azta. Milyen részletes ez a játék. Jön az utolsó kísérletünk, ami nem más, mint hogy fel kell mennünk egy autópályára, és le kell tesztelni, hogy az a középső csík, tudjátok, aminek neki megy az autó, az olyan megvédi a frontális ütközéstől az emberünket. Szóval fent vagyok az autópályán, kijövök a belső sávba, hiszen itt lesz a legközelebb ilyen, és neki is megyek, és pjó! Azt is konkrétan fullosan megvéden! Na ne szórakozzatok már, semmi baja nem lett az autónak! 100%-ban igaz ez az állításuk, és ezt nem is gondoltam volna. Azt a milyen marha jó! Utolsó próba, pjó! Ezek a vizes pötörök, hát azért ezek már közel nem olyan hatékonyak, mint a másikok voltak, de még azért ez is fölfognadja. Na gyönyörű látképpen búcsúznék a mai videóban, hogyha tetszett nektek és szeretnétek, hogy folytassunk, hiszen srácok, még rengeteg ilyen mítosz van, amit le tudnánk teszteni, akkor nyomjatok egy lájkot, majdnem leléptem, iratkozzatok fel a csatornára, és Tali a kövi vidiben, legyetek jók, szevasztok, sajtok!